Hello mindenkinek! Ez itt a Kulturgeeks. Én Erzsi vagyok, ezek pedig itt a mobiltelefon objektívek. Legújabb rendelésünk a fiókunkban van, ezek ugyanis másfél éve megvannak, úgyhogy inkább egy kicsit tapasztalati alapú videó lesz ez. eBay-en számtalan mobiltelefon objektív megoldást lehet találni, természetesen iPhone-osok itt is előnyben vannak, a legtöbb verzió csak iPhone-ra használható. Viszont vannak univerzális típusok, mint például ez, amit most mutatok be nektek. Ez a verzió mágnessel rakható fel, mégpedig úgy, hogy kapunk hozzá 9 darab kicsi fémkarikát, amelyet felragasztunk a mobil kamerája köré, és egyszerűen csak felrakjuk a mágneses objektívet, és már fenn is van, és fotózhatunk, videózhatunk is fel. Egyébként eBay-en számtalan félét megtalálhatok, lehet kapni 2-300 forintért ilyen kis játékszereket, amik színszűrőt tartalmaznak, esetleg homályosítják a képet, torzítják. Ezek olyan 1800 forint körül voltak, és ilyen körülbelül ilyen fél komoly funkciót töltenek be. A készlet látszólag 3 apró objektívből áll, egy halszemoptikából, egy teleobjektívből és egy széles látószögű mini objektívből, de ezt szét lehet csavarni, és akkor az alsó szintje egy makroobjektív. Elhelyeztünk itt az asztalon mindenféle tárgyat, hogy jobban látszon a próbafelvételeken, hogy mit tudnak az objektívek, például a széles látószögnél vagy a halszemoptikánál, és akkor most felrakom elsőként az utóbbit. És igen, már látszik is, hogy egy kicsit a fény miatt visszatükrözi a lencsét, de széles látószöget nagyon szépen hozza. Szia, csuszi! Nézzük csak felülről, és hűha, egészen sokáig látjuk a vonatot. Akkor legyen a következő a makroobjektív, mert azt így könnyen le tudom csavarni még. Akkor most felrakom, és teljesen homályos lesz a világ. Kivéve, hogyha nagyon közel tartjuk valamihez. Most körülbelül másfél centire van a lencse az órától. A makroobjektívnek a tovább gondolása egyébként a széles látószög, amit feltekerek szerintem. Objektív nélkül csak az Android robotot és a Rubik kockát látjuk, viszont ha felrakom, akkor kiderül, hogy itt van velünk Csuszi is, és a zsebóra. És Csuszi az objektívet akarja. Igazából olyan hatalmas széles látószöget nem ad a dolognak, viszont még egy ember ráférhet mondjuk a csoportképre. Az utolsó legyen a teleobjektív, aminek igazából az a nagy varázsa, hogy a mobiltelefonok alapvető digitális zoomjával ellentétben ez kétszeres optikai zoomot tud adni a mobilunknak, úgyhogy igazából ez lehet talán a leghasznosabb a lencsék közül. Objektív nélkül ezt láthatjuk, és ha felrakom, akkor látszik már is, hogy sokkal szűkebben veszi. Érdemes nézelődni eBay-en, mert tényleg minden igénynek megfelelő mobiltelefonos objektíveket tudtok találni. Igazából azoknak tudnám ajánlani, akik érdeklődnek a fotózás iránt, de annyira nem, hogy vegyenek emiatt egy csak erre alkalmas eszközt, és kicsit többet hozhatnának ki ezzel a telefonjukból, illetve azoknak, akik még gyűjtenek erre a nagyobb eszközre, és ezzel tudnak addig is kísérletezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és érdemes ezentúl Facebookon is követni minket, mert beindítunk egy új sorozatot, a mini eBay perceket, ahol fotós, illetve írásos formában mutatunk be nektek termékeket. Találkozunk a legközelebb, sziasztok!